segíteni. Én a csapadék üzemeltetéssel kapcsolatosan csak azt szeretném megkérdezni, hogy Rákóczi utcáról lenne szó, hogy tulajdonképpen Gyöngyön a kisárkok, az utca párhuzamosan lévő kisárkok nagyjából meg volna csinálva. Most a kisboltig az a félidős megoldás megtörtént, hogy további beruházást tesz-e, ami azt jelenti, hogy a kisboltok nem történik ez, mert olyan nincs olyan némi keret erre, akkor azt is meg kell nézni, hogy a kisboltnál az átmérő az így is szűk, hogy nem fogadja be azt a mennyiséget, ami ott lefolyik. Tehát ami a Magyar hegy felől lefolyik? De az kiéri ez a rendszer, akkor feltétlenül meg kell csinálni, vagy pedig beiktatni még egy lefolyót, akár megfelezni, egyik része odafolyja. A másik az lenne, hogy valamikor, hát mert ők is születési vagyok, valamikor Gyöngyöt a teljes körben lehetett járni földes utat. Úgy értem, hogy fölt a helytető. Annak a karbantartására ki a feladás, hogy ki lehetne arra esetleg. Mikor adott esetben húzólappal, tolólappal járhatóvá tenni az utat. Egy az, hogy a belső úthálat is tehermentesítettek, mert ezek a mezőgazdasági gépek is arra tudnának közlekedni. Most azt sem tudom, de 6 méter vagy 8 méter szélességű volt valamikor a Magyarországon is az út. Ha még javasolnék valamit, hogy én gyerekkoromban emlékszem, hogy a Magyarhegyen még állat volt. Most abban a hibában is beleesünk, hogy nincs, illetve nincs is kezelve az útszakasz, de mondhatnám körbe, hogy az a vízmennyiség, az feltétlenül Gyöngyöt fenyegeti, ami annak fölöttől eljött. Valamikor le volt vezetve a vásártér. Igen. És akkor benne még, hogy ezt tapasztaltam, hogy nem tudom, hogy kinek lenne a felelőssége, nagyon veszélyesnek tartani, hogy egyesek megcsinálok, hogy az árok és az út patkára termésköveket helyeznek el. Ez egy, nem tudom, hogy a rendőrség hatáskörébe tartozik el, vagy egyáltalán nem lesz a készvásra. Hála Isten, hogy nem történt ebből nagyon nagy baleset. Köszönöm. Tehát az árokkal kapcsolatban és annak kiburkolása. Az elmúlt időben én tudom, hogy kistérségi pályázatok tulajdonképpen annak segítségével történtek. Azok voltak ezek az összegek, amik durván azt mondom, éves szinten néhány milliós forintos pályázati összeget biztosítottak. És ebből ugye nagyobb beruházásokat nem lehetett csinálni, azt mondtuk, hogy megcsináljuk egy 200 méteres vagy egy 400 méteres burkolást egy-egy ároknál. Jelen pillanatban ez a fajta pályázati támogatási forma megszűnt. Tehát meg kell keresnünk azt a lehetőséget, amivel ezt tovább lehet folytatni az ároknak a burkolását. Csak ez a megoldás, mert amit beszéltünk, tehát senki nem fogja rendbe tenni az előjövő járdát és lekaszálni, és az ott kinőtt gaz és egyéb növényzet, az eső által hozott hordalékot pedig megfogja, és előbb-utóbb föltöltődik mind, ezért lenne szükség erre a megoldásra, de jelen pillanatban erre pályázatot és lehetőséget kell keresni. Hogy ugye ez az áteresz most, ami ott a boltnál van, nem tudja az egész utcát elnyelni, nem találkoztam eddig ezzel a problémával, meg kell nézni, és akkor valóban vagy ott egy nagyobb csővel, vagy nem tudom, hogy a kitisztítás az nem. Tehát eleve az átmérővel van probléma. Tehát innentől kezdve vagy azt kell megnövelni, vagy egy másik megosztott helyen kivezetni a nagyárokba a vizet.
ami ugye azt mondom, hogy körülbelül egy 50 méteres csatorna szakasz. Még annyit se, már gondolom, hogy ahol nincs beépített terület, igen. Ott meg lehetne oldani. Jó, tehát ezek lehetnek a megoldások. De mondom még egyszer, tehát ha mindenre, most jelen pillanatban az önkormányzat, az a tényleges pénzét próbálnánk rátenni, ugye, mert elhangzottak most már javaslatok és ötletek, akkor az pillanatban elfogyna. Akkor lehet észszerűen gazdálkodni, hogyha megpróbáljuk azt, hogy ezeket a pénzeket önerőként használni, és az elkövetkezendő években ezeket az elkezdett folyamatokat tovább folytatni, tehát tovább építeni a zárkokat, ugye hát ezek valamilyen szinten már azt mondják, hogy Diósvölgynél, a József Attila utcában a másik lakótelepnél már megépültek, és elsősorban nyilván azért épültek meg azokon a részeken, mert ott még égető szükség volt rá, mert ott is azért egy oldalból rengeteg mennyiségű csapadék lefolyt. Nem elhanyagolva természetesen ezt a területet se, meg kell találnunk ezeket a pályázati pénzeket, akkor ezt meg lehet csinálni. Jó? Földes utak. Földes utak a miénk. Részben. Nagy részben. Nagy részben, igen. Tehát mondjuk úgy, hogy a karbantartása is az önkormányzatnak a feladata lenne, de hogyan is, és. Jelen pillanatban, éppen tegnap hallgattuk az előadást, a másik, hogy tegnap voltunk, tegnap beszéltünk róla, és ott is elhangzott, hogy ugye most egy mezőgazdasági vállalkozók mit is csinálnak. Bocsánatot kérek előre is. Azt csinálják, hogy minél nagyobb gépeket vásárolnak, és azért mondom most a Ferinek, mert ő valamilyen szinten kivétel, mert még nem az ő a legnagyobb gépgyönkön. Tehát valamilyen nagy gépeket vásárolnak, és ezzel járják a határt, és itt azt mondom, hogy őszintén nem számít, hogy esett az eső, vagy nem esett. Végig mennek vele, olyan árkok keletkeznek ezeken az utakon, hogy akár egy ember ülve elveszik benne, és nekik ez nem probléma, mert a gépek bírják, és nagyok, és hatalmasak, és erősek. Na most nekünk ezzel szemben van az önkormányzatnak egy MTZ-je, és minimális anyagi lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy itt lehetne azt, hogy kölcsönösen segítsünk egymásnak, és a nagy gépekkel rendelkezők egy-egy alkalommal, vagy tárcsával, vagy húzólappal, vagy tolólappal végig tudnának menni, és azt az utat, azt mondom, hogy minimális idő alatt járhatóvá és használhatóvá tudnák tenni. Képtelenség ezt éves szinten mindig és újra gyönk környékén megcsinálni. Tehát ez az önkormányzati feladat lenne, erre se energia, se pénz nincsen. Megmondom. Köszönöm, hogy én is a TSZ jelenlőzt fel. Persze, így van. Tehát nyilván, hogy nem az önkormányzat fog oda kijárni azokra a területekre, ki fog kijárni, akinek ott földje van. Tehát ha az egy kicsit magáinak tekinti ezt a részt. A másik kérdés pedig, hogy hány méter széles utak is vannak, meg tudjuk nézni, körülbelül 6 méter széles utak vannak, de amikor művelni kell a földet, akkor mindenki magáinak érzi. Kicsit mindenki elvezve. Kicsit mindenki elvezve. És már azt mondom, hogy volt már olyan is, hogy arról is mondtam, hogy az egész út földet számtom. Jó? Feri. Mint hozzá. Igen, hozzászóló. Végül is 4-5 méteres utak vannak kijelölve. Például a Magyarhegyi úton, hogy beszéltünk, 4 méter széles, sajnos egy kombány nem fér el rajta már. Hogy a gazdák kiművelnek, hát ki kell menni a szélig, mert bár meg fönt régi felvételes jelzésben nem hagyhatok el. Én mondtam, mindenkinek el kell hagyni, én is hagytam az állam szélibe egy-egy métereket, hogy elférjünk az ellába, hogy a kombány a lába azt lehet tudjon menni.
más idolok tárcsával, internet föl lehet menni az üzenőfalra, rám írtak egy szép levelet, pedig sem nem csináltam semmi mást. Egy poros utat megázott, arra mentem tárcsával, erre oldalra engedtem egy kicsit a partoldalra, behoztam a földet, középre kitárcsáztam a bukkanót, tehát hogy már lassan személyoltam lehetett elmenni, mert ilyen domb volt rajta. Én minden barom voltam, nagyjából tudom is, hogy ki volt az illető, aki ezt a papírt megírta. Én meg utat javítottam tárcsával, hülye bukkó. Erre ennyit tudok mondani, mert épp abban a pillanatban ő nem tudott elmenni arra felé, vagy valami nem tetszett. Tehát ennyit a tárcsás javításról, hogy vannak emberek, akik még erre is olyan üzenőfalakat, önöket üzennek. Hál' Isten megszűnt az üzenőfal, ez a sok, hogy mondjam, ilyen Kekec Malvin letűnt az üzenőfalról, aki csak szeretett névni, kirogatni, de nem merte hozzá a nevét. Erről ez a véleményem. Tehát itt az utaknak a szélesítés meg kéne oldani valahogy, mert két személy autó nem fél el. Igen, dologról beszéltünk. Tehát én említette a közterületre kihelyezett sziklákat, amiket itt jól lehet mostanában látni. Hát ezt nem tudom, be kell őket szeretni, mert közterület használati vagy közterület foglalási engedély kell ehhez. Most nem tudom, ki a Táncsik utcában jár a posta előtt, a biciklitároló eltűnt onnan. Hát én estem egy úgy nagyot rajta egy kereken, és addig volt ott az a kerékpártároló. Annak sem volt, ha nem tudom, pedig kiderült valami, hogy tehát nem találtunk rá közterület használati engedélyt, és Pécsen megtaláltam az úriembert, aki nem között korrektort is felszedette onnan. Tehát ez egy balesetveszély forrás volt ott a postára. Hát én voltam az utolsó, remélem, hogy jelesett rajta. Ez a kerékpártartó. Igen. Nagyon ért a postára, a járdára. Az a probléma, hogy a bizonyi postavezetésnek igen negatív volt a hozzáállása a dolognak. És aztán a másnap, amikor felszedték ezt a kerékpártárolót, hála Istennek, és néhányan jöttek, illetve mentek be a postára, és reklamáltak, hogy most hova tegyék a kerékpárikat, akkor annak örült, hogy na, ugye, mégiscsak szükség lett volna rá. Szükség van rá, másfél a gondolkodásában van egy kis probléma. Pontosan így van. Kerékpártárolásban. Az úgy mindenki elismerte, hogy nem szerencsés megoldás. Addig nem hiányzott. Most ilyen. Mert soha nem fog nem mondhatom, hogy tehát a köveket azt pedig fel kell szólítani, aki kitette, hogy tegyek. Sőt, mi olyat is tudom, hogy van az két osztapot. Ne akarjátam olyan, amit én mondok, de úgy hidd el, hogy olyan beton tuskók vannak, amiből a kövacél kiállt. Szóval tették igaz, az illetőnek, szóval tették az illetőnek és az anyjának. És a nagy ragnál is ott van. Igen. Ezt nem még rakták ki. Úgy képzelt, ilyen hosszú a nyárja. Szerintem, hogy a baleset veszélyes. Igen, én is tudok egy ilyet. Csak összeszedett el a fogatra, amit tudom. Összeszedett, és plusz. Én is tudok egy ilyen a Végerhozában, hogy a ház szélességében egy-egy vas oszlopot, amit hófehérrel lefestve egy gyönyörűen ott mutatós legyen, és közévé hajszál vékony drótot húzott. Tehát szürkületben ott még a gyalogosok is keresztül esnek rajta, nemhogy autó észrevegye. Kimondottan baleset veszélyes, és közvetlen drótban elhúzott. Jó. Önkormányzati terület. Tulajdonképpen az önkormányzatnak joga van elvitelni. Felszólítani. Ezzel kapcsolatban egy két gondolatos tájékoztatást kérek. Én vagyok. Jó, a tájékoztatók, hogy hol van ez, miről van szó, utána lehet tájékoztatást. Tehát mesére ugye nem lehet alapozni, meg kell nézni, mondják el pontosan, hogy hol vannak, kimegyünk, megnézzük és eljárunk velük szemben. Tehát itt nem kell kitalálni az ötletet, azt mondom, fölösleges ötletből szép van. Javaslom, hogy lépjünk tovább. Tehát, ami konkrét bejelentés itt van, van, tudom, hogy van, tudom, hogy van. Szóval kezdve megoldást keresünk rá. Jó?